Az adóhatóság már évek óta, illetve a PM is évek óta szemmel kíséri ugye ezt a rendezvényt. Most megadatott nekem az a lehetőség, hogy a pénzügyi tudatosságon belül az adótudatossággal foglalkozok egy kicsit többet, úgyhogy ezt a következő 15-20 percet erre szeretném szánni. Egy kicsit az adótudatosságot világítanám meg olyan szempontból, hogy azt gondolom, hogy ez olyan terület, ahol win-win-win szituáció van, tehát mind az állam, mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek nyerhetnek azzal, hogyha ez a adótudatosság, tudatos adózás, ez a mindennapi gyakorlatba beépül. Ezt rövidesen remélem prezentáció keretében is meg fogom tudni világítani. Még egyszer is köszöntöm a tisztelt résztvevőket, és köszönöm a meghívást. Azt gondolom, hogy volt olyan év, amikor a pénzügyi tudatosságon belül megpróbáltuk az adótudatosságot úgymond legelső témaként fölvenni, hiszen ha makroszinten nézzük, akkor az adótudatossággal kezdődik gyakorlatilag a pénzügyi tudatosság. Hogyha mikroszinten nézzük, tehát családi, magánszemély szintjén, akkor valóban a pénzügyi tudatosságban a banki tudatosság, a pénzügyeknek az ismerete az egy nagyon fontos szempont, viszont makroszinten, tehát hogy országszinten hogy áll össze egy országnak a költségvetése, mi az, hogy adó, mi az, hogy járulék, azt gondolom, hogy ez is egy kifejezetten fontos téma. Erre vállalkoznak a következő 15-20 percben, hogy ezt bebizonyítsam. Tegnap államtitkár asszonytársam egy tornával kezdte az egyik rendezvényét. Én egy kis agytornával szeretném kezdeni, hogyha megengedik. Egy rövid kvíz lenne. Igazából azt a kérdést tenném fel, hogy önök szerint mennyi a tervezett adóbevételünk az idei évre? Látom, hogy a sorokban adóhatósági kollégák is helyet foglalnak. Tiszteletem megkérem őket, hogy ők tartózkodjanak a válaszadástól. Talán pontosabban is tudják, mint én ezeket a számokat. Hogy önök hogy gondolják, hogy mennyi a magyar költségvetés adóbevételi főösszege idénre? Úgy tudnám ezt talán lebonyolítani, hogy én elkezdem sorolni a számokat, vagy mondani, és amikor úgy érzik, hogy nagyjából ott vagyunk, akkor kérem, emeljék fel a kezüket. 1000 milliárd forint, 5000 milliárd, 10000 milliárd, 12000 milliárd, 15000 milliárd, 17, 20000 milliárd, 25000. Köszönöm a bizalmat, aki itt föltette a végén a kezét. Lehet, hogy ide is eljutunk még egyébként, ismerve a tendenciát. 16 ezer milliárd forint körül van most a megoldás. Nagyon szépen dinamikusan növekedik ez évről évre. Talán majd egy ilyen diagramot is mutatok. De előtte még hadd kérdezze meg azt, hogy ebből a 16 ezer milliárd forintból körülbelül hány százalékot tesz ki a legnagyobb adónemünk? Tehát ugye van egy 50-60 adónem, attól függ, hogy számoljuk, ebből a legnagyobb hány százalékot tesz ki? Megint sorolnám, hogy mondjuk 2 százalék, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, oké, okay. Valahol ott 20-30% környékén láttam a legtöbb kezet, valóban 26%, ha jól tudom, a legnagyobb adónemünk, ez ugye az áfa. És akkor az utolsó kérdés, hogy a legnagyobb 10 adónem, tehát ugye van mondjuk 50-60 adónemünk, ebből a 10 legnagyobb az hány százalékot ad ki? Itt már 50 körül kezdem, 50%, 60, 70, 80, 90, igen, itt a 80-90 körül szóródnak a válaszok. És akkor a válasz ezen a kis tortadiagramon látható, tehát 16 ezer milliárd forint fölötti bevételről beszélünk. A top 10 adónem több mint a 3/4 adja ezeknek a bevételeknek, és látszik, hogy ott a helyi adó, egyéb központi adók adják a kevesebb, mint 1/4 ennek a tortának. Tehát 10 adónemből a költségvetés beszedi a 16 ezer milliárdnak a jó 3/4, és ebből ugye kb. 26% az áfa. Szintén a másik nagyon nagy tétel ugye azok a járulékok, amik a nyugdíj egészségbiztosítási járulékok. De azért kezdtem ezzel a kis agytornával ezt a beszélgetést, hogy rámutassak arra, hogy az adótudatosság az nagyon nem könnyű megfogni, igazából nagyon távol áll a magánszemélyektől az, hogy néz ki egy költségvetés, mennyibe kerülnek az egyes állami szolgáltatások. Ezt szokták is egyébként fiskális illúziónak mondani, amit az adótudatosság mellett én felírtam a szlájdra. Tehát nagyon nehéz azt megfogalmazni, hogy mennyibe kerül egy kórházi ellátás, mennyibe kerül az országnak a közbiztonsága, mennyibe kerül az, hogy van igazságszolgáltatás, rendőrség, határvédelem, felsőoktatás, közoktatás, ezeket nem tudjuk beárazni, de ezeknek mind-mind ára van, és ugye ez az adótudatosságnak a lényege, hogyha ha belátjuk azt, hogy a közjavakhoz hozzá kell járulnia mindenkinek, ugye ez a közteher viselése, ahogy fogalmazunk is. Tehát az adókat mindenkinek be kell fizetnie, az adók finanszírozzák ezeket a közjavakat, ezeket a közszolgáltatásokat. És a másik nagyon érdekes jelenség itt a fiskális illúziókban,
hogy nagyon, ugye egyrészt nem tudjuk jól bemérni a mértéket, hogy mennyibe kerülhet egy kórházi ágy, mennyibe kerülhet egy oktatás, viszont ha azt kérdeznék meg tőlünk, hogy mennyi bevétel, mennyi többletbevételt szeretnénk kapni ahhoz, hogy ezeket utána mi saját zsebből finanszírozzuk, akkor viszont nagyon magas számot mondunk. Tehát ha azt szeretné, vagy azt kérdezné valaki, hogyha valaki a privát egészségügybe vagy a privát oktatásba szeretne mondjuk a későbbiekben szolgáltatást igénybe venni, akkor mekkora többlet jövedelemre számít, vagy számíthatna, akkor egy jó magas számot mond, tehát nyilván érzi, hogy elveszteni ezeket a közjavakat, az fájó dolog, az drága mulatság. Úgyhogy ez az igazi fiskális illúzió, hogy nem nagyon értjük ezeknek az árát, illetve a költségét. Az adótudatosság másik érdekes eleme az az, hogy az adóknak a láthatósága is nagyon-nagyon sokrétű. Itt egy diákoknak Pécsen azt a példát hoztam, hogy mennyire látható egy adó. A legjobb példa az, hogyha ugye mondjuk tegyük fel az áfa, ami ugye minden forgalom után, tehát értékesítés után számolódik fel. Ha az úgy lenne ugye bevasalva, mondjuk egy középkori vagy egy újkori példát, ha hozok, hogy mondjuk elveszik a terménynek a 10%-át, vagy még rosszabb példát, ha említek, hogy mondjuk a fagyi árus ad egy gombóc fagyit, de mondjuk egy belenyal egy a felső 10%-ába, hogy azt akkor mégse adja oda. Nyilván érezzük, hogy ez egy nagyon látható, nagyon fájdalmas, nagyon, nagyon nehezen emészthető adóbeszedési módszer. Ez az, amikor egy adó látható. Van olyan rendszer, amikor ez jó dolog. Tehát tipikusan azok az adók, amik azért vannak kivetve, hogy a fogyasztást tereljék, tipikusan a NETA, ugye az egészségkockázatot rejtő élelmiszerekre terhelő adó, vagy a jövedéki adó, az nem baj, hogyha az ember tudatában van annak, hogy ő most egy adózott, egy magas adóteherrel bíró terméket vásárol, mert ezzel is a fogyasztását próbáljuk meg visszaszorítani. Tehát van, amikor jó az, hogy egy adó látható. Ugye a Magyarországon az a szabály, hogyha egy bolton, egy árunak ki van írva az ára, abban benne van az összes adóteher, tehát az áfa, a jövedéki adó, minden. Tehát a végső fogyasztói árat látja a magánszemély. Az USA-ban úgy döntöttek, hogy nem teszik bele a sales tax nevű adót ebbe az árba, tehát a polc ár az egy nettó árat mutat. Azt látják az amerikaiak, hogy így többet vásárolnak a magánszemélyek. A pénztárnál már nem figyelnek annyira, hogy a végösszeg még megugrik jó pár százalékkal. Egyszerűen a kosárba több termék landol. Ők úgy döntöttek, hogy az a jó, hogyha nem látható ez az adó, tehát jobb a békesség, inkább fogyasszanak többet az amerikaiak. Tehát van ilyen szempont is, amikor egy adó jobb, ha nem látható. Ugye Magyarországon a legjobb példa a nem látható, de mégis létező adókra az ugye a adólevonás, amikor a munkáltató már a bérből levonja a járulékokat, azokat a terheket, amely a magánszemélyt terheli, a magánszemély már a nettó összeget viszi haza. Ez a legjobb példája arra, hogy nagyon komolyan hozzájárul a magánszemély a költségvetés bevételéhez, de olyan szempontból fájdalommentes, hogy nem neki kell ezt bevallania, megfizetnie, ezt a munkáltató leveszi a válláról ezt a terhet. És hogyha megvan ez a makrókép, tehát látjuk azt, hogy épül fel a költségvetés, miért kell finanszíroznunk ezeket a közjavakat, tehát megvan a tudatos adózás, vagy az adó tudatosságnak ez a szintje, ebből tud ugye jönni a tudatos adózás. A tudatos adózás alatt ugye azt értjük, hogy az adószabályokat ismerjük, itt visszahivatkoznék arra, hogy kell egy tudásszint, tehát nem csak akarnom kell ugye az adókat befizetni, hanem tudnom is kell, hogy mi a konkrét szabály, és ugye önkéntes tudatos jogkövetést várunk el az adózóktól. És hogy miért mondjuk azt, hogy az adó tudatosság és a tudatos adózás rendkívüli többletbevételeket tud hozni a központi költségvetésnek, a vállalkozásoknak is, meg a magánszemélyeknek is? A következő példa szemlélteti jól. A jobb oldali ábra azt mutatja, hogy csökkent az áfa rés Magyarországon. Az áfa rés ugye azt jelenti, hogy mennyi áfát nem tudnak beszedni az egyes kormányok. És ha megnézzük az ábrát, a fekete folyamatos vonal az a magyar adórésnek a száma. A legfelső szaggatott az a régiós átlag, tehát jól látszik, hogy a régiós átlagtól jelentősen eltávolodtunk pozitív irányba, kezdjük az uniós átlagot közelíteni. Ez azt jelenti, hogy kb. 22%-ról lementünk 13%-ra. Ugye előbb mondtam, hogy kb. 4000 milliárd az áfa bevétel, és csak számoljuk ki gyorsan, hogyha 4000 milliárdos áfa bevétel, és itt 10%-ot megnyertünk néhány év alatt, ugye viszonylag egyszerű kiszámolni, hogy 400 milliárd forintos többletbevétele volt a költségvetésnek nagyjából, csak amiatt, hogy az áfa bevételeket sokkal hatékonyabban, jobban be tudtuk szedni. Tehát az adóhatóságnak a tevékenysége és azok az intézkedések, amit bal oldalon láthatóak, tehát az online nyomonkövetés, ezek a ketten együtt elérték azt, vagy elérhetővé tették azt, hogy jelentősen tudtunk csökkenteni ezen a olyan mutatón, amit egyébként a bizottság számol ki, tehát egy bizottsági módszertan van az egész mögött. És ez a négy elem, amit felsoroltunk, hogy az online pénztárgép, EKR, online számla automatáknak a bekötése,
Ez mind-mind egy olyan technológián alapul, amikor valós időben kap az adóhatóság információt, tehát nem az esemény után majd, nem tudom, 30-45 nappal jön egy bevallás, amit majd egyszer feldolgoz az adóhatóság, hanem gyakorlatilag valós időben látja az adóhatóság a forgalmat, és ez jelentősen tudja javítani az adózói morált és az adózói kedvet. Nyilván az adótudatosságban az is egy szempont, hogy mennyire könnyű elkerülni az adókat. Azt gondolom, hogy ez egy folyamatos feladat nekünk, hogy egyre nehezebbé tegyük ezt a lehetőséget. Egyre könnyebbé tegyük a tudatos adókövetést, tehát hogy egyre könnyebb legyen adózni, és emellett egyre nehezebb legyen egyébként a kiskapukat megtalálni. Néhány példát hoztunk, megnéztük a nemzetközi gyakorlatot, nagyon sok országban, majdnem fél tucat országot láttunk, ahol az elmúlt néhány évben valamilyen adótudatossági kampányt indítottak az ottani pénzügyminisztérium vagy adóhatóság. Az egyik legszemléletesebb példa az talán a lengyel példa, ahol egy rénszarvas segítségét hívták, amit a helyi legnépszerűbb karikaturista rajzolt meg, és az a szlogen, hogy ne légy szarvas, kérd a nyugtát. Lehet, hogy ennek van egy helyi kultúrába beivódó háttere, amit ott a helyiek értenek. Most így elsőre nem biztos, hogy lejön az üzenet nekünk itt Magyarországon, ott viszont nagyon értették az üzenetet. Röviddel a kampány után 20%-os forgalom bővülésről számoltak be a helyiek, tehát lehetett látni, hogy elérte talán főleg a fiatalokat, a többet fogyasztókat elérte ez a kampány, tehát jól lehet látni, hogy van erre fogadókészség, hogy ha bemutatják azt, hogy mit veszít azzal az ország, akár a magánszemély is, hogyha mondjuk nyugta nélkül vásárol, lehet ezt az adótudatosságot javítani. Én egyszer eldöntöttem, amikor államtitkárra kineveztek, hogy minden beszédben, amit nyilvánosan tartok, be fogom mondani, nyugtával dicsérd a napot, vagy számlával, vagy bármivel. Aztán erre nem mindig sikerült lehetőséget keríteni, most ez egy tökéletes alkalom, hogy ezt megint elsüthessem ezt a szóviccet. Úgy látom, ezt más nemzetközi kollégák is megpróbálták egy picit humorral ágyazva beiktatni a beszélgetéseikbe. És ugye arról beszéltünk, hogy a költségvetésnek ez több százmilliárd forintot hozhat. Azt se felejtsük el, hogy a tudatos adózás, tehát az adótudatosságból eljutunk a tudatos adózásig, az a vállalkozásoknak is sok-sok milliárdos megtakarítást hozhat. Ugyanis az a mondásunk, hogy az adókat be kell fizetni, viszont nem kell többet befizetni, mint amennyit szükséges. Tehát, hogyha van egy kedvezményrendszer, van egy kedvező adózási módszer, akkor segítsük az adózókat abban, hogy megtalálják ezeket a kedvező adózási módszereket, segítsük őket abban, hogy igénybe vegyék ezeket a kedvezményeket. Azért van a kedvezményrendszer, hogy ezzel tereljük valamilyen szinten a fogyasztást vagy a válaszreakciókat, ezért az adóhatóságnak az egy nagyon fontos feladata, hogy a kedvezményekre is felhívja az adózók figyelmét. Tehát ne csak a határidőre, ne csak a fizetési kötelezettségre, hanem a kedvezményre, mentességre ugyanúgy. Ennek a legjobb példája az a Kiva. A Kivát azoknak a vállalkozásoknak találtuk ki, akik szeretnének bővülni, fejlődési potenciállal rendelkeznek és innovatív cégek. Egy nagyon jó kis adónem, ellenben a beindításakor, vagy amikor ezt az adónemet létrehoztuk, nem volt annyira népszerű. Aztán csináltunk egy Kiva kampányt, amikor az adóhatóság levéllel megszólított minden olyan céget, aki jogosult lett volna Kivát választani, ugyanis kiszámoltuk az adataik alapján, hogy 80%-uk jobban járna a Kivával, mint a társasági adóval, és egy levelet küldtünk személyre szólóan a cégeknek, az egyik részében csak általánosan bemutattuk ezt az új adónemet, a másik részében pedig kiszámoltuk, hogy forintra pontosan mennyi megtakarítást érhetnének el, hogyha átállnak erre az adónemre. Azt gondolom, magáért beszél egyébként az ábra, hogy megugrott a Kiva népszerűsége, amikor ezt a pozitív adótudatossági kampányt egyébként egy adócsökkentéssel karöltve egy időben el tudtuk indítani. Én azt gondolom, hogy továbbra is nagy népszerűségnek fog örvendeni ez az adónem. Én abban bízok, hogy még jelentősebb növekedésre fogunk majd vagy növekedést fogunk látni a következő években. A másik adónemünk, kedvező adónem ugye az a Kata, ez a legkisebb adminisztrációt biztosító adónem. Egy tételes adó megfizetésével ugye minden adóterhétől megszabadul az adózó. Ennek a népszerűsége töretlen. Látszik, hogy most már 330 ezer fölött van azoknak a száma, akik ezt a minimális adminisztrációval járó adónemet választják. Ez is egy fontos szempont, hogy ha egy kisadózó, egy önfoglalkoztató mondjuk megismeri ezt az adónemet, akkor segítsük őt esetleg az áttérésben, hiszen ez egy jóval egyszerűbb adónem, nem kell neki az adminisztrációval, adóbevallással foglalkoznia, a saját kis üzletére fókuszálhat. Én azt gondolom, hogy ez minden szempontból szerencsés a vállalkozásnak is, és a központi költségvetésnek is. És a végére, hogy ne nagyon szaladjak túl az időmön, eljutnék oda, hogy a magánszemélyek szempontjából hogy jutunk el az adótudatosságig.
Az ugye egy nagyjából talán egyértelmű igazság, hogy amikor a költségvetés egyre több adóbevételt tud beszedni azáltal, hogy fehéredik a gazdaság, ez ugye egy mozgásteret biztosít arra, hogy csökkentsük tovább az adókat. Tehát egy nyilvánvaló öngerjesztő folyamat, hogy minél hatékonyabban tudjuk beszedni az adókat, annál alacsonyabb adók is elégségesek ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen. Ugye itt jól látjuk a szocfó kulcsának a folyamatos csökkentését és a folyamatos adócsökkentést, amit az elmúlt időszakban véghez vitt a kormány. Ez nem nagyon látszik meg ugye az adóbevételeken. Tehát jól látszik, hogy folyamatosan nőnek az adóbevételek, úgyhogy folyamatosan tudjuk csökkenteni a nominális kulcsot. Nyilván ez a fekete gazdaság szűkítésével magyarázható, tehát ez a, és a növekedés, ez a kettő tényező, ami ezt ugye lehetővé teszi. És ami talán még kézzelfoghatóbb, a saját zsebünkön érezhetjük, ugye az az, amikor a magánszemélyek az SZIA 1%-ukat felajánlhatják egy civil szervezetnek, és egy másik 1%-ukat felajánlhatják egy bevett egyháznak. Ugye talán itt a legjobban megfogható, hogy az adózók, hogyha a bevallásukat évvégén, ugye, vagy következő év közepén ugye, benyújtják az adóhatósághoz, akkor még egy ilyen pozitív ösztönzővel segíthetik egy civil szervezet vagy egy egyháznak a munkáját. Itt azt látjuk, hogy tavaly, ugye, amikor az adóhatóság az SZIA bevallást elkészítette, és lehetővé tette, hogy mindenki megnézze az online felületen, ott egy picit visszaesett az 1%-os felajánlási kedv, hiszen nagyon sokan nem nézték meg az adóbevallási tervezetüket. Ezért most szeretnénk erre felhívni a figyelmet, hogy attól függetlenül, hogy van egy fantasztikus rendszer, hogy az adóbevallás már elérhető az adóhatóság honlapján, és igazából nem kell túl sok energiát belefektetnünk ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, az 1%-ra mindenképpen helyeznék hangsúlyt, hogy ezt érdemes ilyenkor is felajánlani. Egy záró kvízzel készültem itt az előadás végén, hogy agytornával kezdjük és agytornával fejezzük be. Ez lenne a kérdésem, hogy önök szerint meddig lehet a tavalyi évi SZIA bevallásunkkal párhuzamosan ugye az 1%, 1+1%-ról rendelkezni. Itt három lehetőséget mondanék, hogy április 31, május 20, május 31. Gratulálok a közönségnek, szinte egyöntetően a május 20 mellett tették le a voksokat. És egy kicsit trükkösebb kérdés, hogy önök szerint mekkora összegben ajánlották fel az adó 1%-ukat a magánszemélyek, és hányan rendelkeztek. Az összegszerűség és a felajánlott összeg is érdekes lehet. Ezt talán nehezebb egy kicsit kvízben megkérdezni, úgyhogy én rögtön megmondom a választ azért, hogy egy picit az idővel is gazdálkodjak. Itt azt gondolom, hogy van még lehetőségünk a javulásra. Ha a baloldali ábrát nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 32 milliárd forintból, amit egyébként 1% címén fel lehet ajánlani, körülbelül a felét ajánlottak fel az adózók, tehát itt még azt gondolom, hogy jóval nagyobb aktivitással lehet majd sarkalni a magánszemélyeket. Viszont az látszik, hogy ha összegszerűségeben nézzük, akkor ott egy kicsit rosszabb a számot, 1,9 milliárd forintot ajánlottak fel, és 3,2 milliárd forintról nem rendelkeztek az adózók, tehát azt jelenti, hogy főleg talán a kisebb összegű adóbevallások, vagy a kisebb összegű felajánlások történtek meg. Szóval erre szeretnék hangsúlyt fektetni az előadás utolsó percében, hogy annak ellenére, hogy egy nagyon egyszerű, automatikus, gyakorlatilag beavatkozás nélküli bevallása van most már minden magánszemélynek Magyarországon, az 1%-os felajánlást érdemes még megtenni, ezzel is egy nagyon jó kampányt csinálva az adótudatosságnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további jó konferenciát kívánok önöknek.